gyerekek! Jaj, szerve, buszta, gyerekek! Megjött hozzátok a jóságos mesemondó bácsi, gyerekek! Jaj, Ede bácsi vagyok, kisfiam, Ede bácsi! De szólítsatok csak a pajtásaitokkal engemet, Ede-Bede bácsinak! Jó, gyerekek, jó? Ede-Bede bácsi! De szereti Ede-Bede bácsi a gyerekeket! Nem baj, ha nagy darab. Csak nyihogjon. Jó, gyerekek! Tudjátok, hogy mi lesz nem sokára? Képzeljétek el, nagyon jó lesz nektek. Nagyon, nagyon. Már most majdnem jó, tudom, de ennél még jobb lesz, gyerekek. Képzeljétek el, meg fogtok okosodni. Még te is, fiam. Te. Nem hittem volna, igaz, hogy majd okos lesz, ezt tessék. Nézd haza, jaj, okos vagyok. Jaj. De mindenki a többiek, gyerekek, mert annyira tanulságos mesét mond nektek, Ede-Bede bácsi. Én nagyon tanulságos mesét, nagyon figyeljetek, gyerekek, hogy okosak lehessetek. Ede-Bede bácsi meséje a nagy káros lótetűről. Hol-hol-hol nem, hol-hol-hol-hol nem, hol-hol-hol nem, hol-hol-hol nem volt, de később lett. Onnan jóval arrébb, fiam, ahova te gondolsz, látom, rossz helyre nézel. Onnan arrébb volt a nagy káros lótetű. Gyerek! Nem csak volt a lótetű, hanem mászott. Tudjátok, hova mászott? Bemászott a föld alá. Bevett a föld alá, be. Vájta magát, gyerekek! Lótetűnek van ilyen két kis ásó láb így előre, és olyan kis hegyes valamik, és olyan kis kaparó, és az egy... Így bevájta magát a földbe, gyerekek, olyan 6 centi mély, vagy 7 és 5 között inkább, vagy 3-4... Vájta magát előre! A lótetű a földbe, gyerekek! És mögötte, tudjátok, mi maradt ott? Vájat!